Köszöntöm szeretettel a kedves gyülekezetet, és azon ünnepet szeretném folytatni, amelyik a kedves testvérünk jegyzette meg minket. Isten segítségére egy kellemes tanulmányozást tudtam, hogy folytassunk ezen tétták folyamán. Azon irodalomból, amelynek címe a hit és cselekedet. 1925. január 1-én volt annak idején kiadva az öltól. Románul valahogy így hangzama, Númán Gormány programú népszintű kreazat, Mahánul Gormányzőn, Kredinca Csifáté. Númán Gormány, hogy nem azt a dolgok sincs. Vérszetú de váza érzte Jákob Tóni Kupáisbe. A vezérszövegenek a tanulmánynak a Jakab két rész 14 évesen. Mi a haszna, atyám, fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek, ahogy megtartathatja őt a hit? A hit helyesen úgy elveszthető, mint Isten hívének megértése, megbecsülése és bensőséges bizalom az ige iránt. Cselekedeteknek megnevezhető valami hivatással foglalkozás, szorgalmas gyakorlása. A hit nem csupán valaminek megértését és igazoltának elhívését jelenti, hanem tény által való bebizonyítását is jelenti, hogy így hitünk is van. A hitnek fokozatai vannak. Nem mindenki egy fokozatú a hitnek. Némelyek kevésbé ismerik az Isten szavát és keveset bíznak abban. Némelyek nagyobb mértékben ismerik Istenét, azonban nem bíznak oly mértékben, amint ismerik Isten szavát. Aki egy bizonyos mértékben ismer Istenét, és abban helyesre tökéletesen bizalmát, és azt szerint cselekszik, az ilyennek van hite, és gyakorolja is azt. Némelyek, mondja az írás, és ezekből lesznek majd a hitvenek, sohasem jutnak el addig, hogy teljesen elhiggyék Isten igéjét. Ezekre vonatkozóan mondja a Pál apostol, hogy akik mindig tanulnak, de soha el nem jutnak az igazság ismeretére, ezek megborult elmélyű, a hitre nézve megbecsületes emberek. 2. Timóteus 3:10, 7 és 8 szerint. Pál apostol említést tesz egy osztályról, amelynek van némi hite, csak hogy gyenge. Mondjam a 14. verse, hogy aki hitben erőtelen a szövetséget eszi. Tehát úgy értettük meg az indulatokban, a növekedést érettséggel a biztos is a bűnbe, hogyha nem törekszünk növekedni érettségre a tanítás által, hogyha állandóan csak tejtáplálékkal foglalkozunk és csak abból táplálkozunk, nem nincs meg az a bátorságunk, hogy elmélyedjünk a Isten teljes tudományába, akkor hitünk előtelen marad. És ki vagyunk téve annak, hogy elesetünk. Ennek oka gyakran az Úr szavának hiányos ismeretésben kevesendő, és még inkább az Úrtól nyert szolgálati alkalma figyelmen kívül hagyásával nem mutatná az iránt hűséget és odaadást. Tehát, hogyha a szolgálati alkalmakat figyelmen kívül hagyjuk, vagy tudatosan, vagy passzív módon, akkor ki vagyunk téve annak, hogy hitünk elgyengül, azért, mert nem akarunk igazi buzgóságot mutatni ez iránt. Ha valaki igazán ismeri az igazságot, úgy ezáltal vonzva lesz és oda kapcsolódik. Ezt Isten szellemeivel mi bennünk. Ha valaki viszont az igazságot valami más okból, nem őszinte indító okból fogadja el, és nem azért követi, az ilyen képtelen lesz, hogy szilárdan ragaszkodjék a próbát megkövetkeztél. Tehát akinek nem őszinte az indító oka, az ilyen személy a próbát megkövetkeztél nem fog tudni megragadni. Némelyek, akiknek valami némi hitűt elképzelték, és felfogadottakká lesznek, nem bíznak gyermeki, alázatos szívvel azokban. De
tehát mi jelenleg gyalázatos szívvel kell bíznunk azokban. Ezek többre tartják magukat, mint ahogy illik. Az apostol arra tanít, hogy mindenki józanul gondolkozzék maga felől, ne képzeljen többet maga felől, mint ahogy illik, hanem amint az úr adta, mindenkinek mérték szerint adta a hitet. Róma 12:3 szerint. És ahogy megértettük a Szentírásból, 1 Korintus 8 és 1-es, hogy mindenkiben rész szerint van az ismeret. És azért, mert rész szerint van bennünk az ismeret, hogy állandóan kell törekedjünk arra, hogy mindent megismerjünk Isten hitéből. És gondoljunk arra, hogy 1879. július 1-től a segédeszközök, amik ki voltak adva, 1962. október 1-től a legutolsó őtől, amelyiknél nem volt megalapított állapotban, ki az ige János szerint. 1975 irodalom jön ki, 82 év és 4 hónap alatt. És azt mondja, a növekedés az életségedben vissza is, és a bűnbecén irodalom 7-es paragrafusában, hogy Isten teljes tudományával meg kell ismerkedjünk, így tudunk haladni a teljes dél irányába. Szellemi hirtelen. Ezek ilyen a csodálatos gondoskodásokért, fáradjon szívvel kérdezünk állandóan, amit a Isten van szemben. Az első egyházat, az Úr különböző kegyadományokkal látta el, nevezetesen bölcsességgel, tudománnyal, gyógyítási eszközzel, csodaterő képességekkel, stb. Ezen különböző adományának adottak ott, ahol a legjobb eredmények lettek elérve. Tehát hol adottak a kegyadományok, ahol a legjobb eredmények vannak elérve, Isten gondoskodik elő. És hogyha testvéreink segíteni akarnak bennünket, és azt akarják, hogy kiigazítsuk a meggyőződésünket, hogyha valamit tévesen értelmeztünk, vagy gyakoroltunk, akkor fogadjuk el azt, hogy a testvéreink azt akarják nekünk, hogy még jobbat hozzunk ezen túl ki magunkból, ha belátjuk a hibákat. Ez a célja az intézmény. Az idők folyamán sok megszűnt ezen kegyadományokból, de a hitre vonatkozóan még mindig elmondható, hogy némelyeknél erősebb, mint másoknak. Mindenki állítattal kellene annak cselekvésére törekedjék, amire leginkább alkalmas az Úr szolgálatában, és pedig Jehovaisten szent dicsőségében. Tehát mindenki mire kell törekedjék, amire a legalkalmasabb az Úr szolgálatában. És mindenki érzi magában azt, hogy mit tudna a legnemesebben megtenni, mire van hatottsága, és ezt állandóan utána kell képezni. Hiszen, ahogy a munka által az izom is fejlődik, mondjuk így, a szellemi képességünk is tárgul, hogyha állandóan minden napot tanulunk. A hit fejlődése. Az új teremtésnél nézve nagyon lényeges, hogy fejlődjék állandóan a hitre. Valaki miután fogalmazva lett a Szent Szellemtől, vagyis vonátva a Jóatya által, a testi és szellemi tökéletlenségei által akadályozva meg a szolgálatba és szervezetbe. Tehát mindenki azért, mert testen és szellemi tökéletlenségei még érintik a szellemi, mert tökéletlen testben vagyunk, ezért akadályozhatva is vagyunk. Értelmünk tökéletlen, hogy nem vagyunk képesek úgy gondolkozni, amit kellene sokszor. Nyelvezetünk is tökéletlen, és beszélni sem tudunk, amit kellene. Az életmódunk nagyon távol a tökéletestől, a Jézuséktől. Becsületesen is szívből kívánjuk, hogy az Úr előtt kedvesek legyünk, hogy bocsánatot nyerjünk előtte, és ezért nagyon lényeges a hit, hogy bocsánatba részesülhessünk. János apostol szavait az egyházhoz intézi legelőször, a következőket mondja, hogy igaz és hű az Isten, aki megbocsájtja a bűneinket, ha megvalljuk azokat. Hogyan lesznek bűneink megbocsájtva? Ha megvalljuk azokat. Ha belátjuk azt. 1. János 1:9. Műsor eszetek, hogy Dávid király. Látán előtt belátja hibáját. Mi arra kell törekedjünk állandóan, hogy kételkedés nélkül hittel kérjük Jézus Krisztust, hogy legyen kiengesztelő a mi bűneinkért, és szószólónk,
és mi az ő érdemei által tisztulást nyerhetünk, hogy tökéletesen állhassunk az Úr előtt az ő érdeme által. Tehát tökéletesen, hogy állhassunk az Úr előtt, csak Krisztus érdeme által tehetjük, mert életmódon nem imádkozhatunk a mindenható Istenhez, csak Krisztuson keresztül kéressük, hogy bocsásson meg nekünk. Természetesen ez csak úgy sikerül, hogyha mi is másoknak meg fogunk bocsátani. Szeretném már némi gondolatot Jézus Krisztus érdemén is beszélni, mert hamarosan kezdünk az emlékeinkhez érkezünk. Gondoljunk tisztelettel Jézus Krisztus érdemére, önzetlen szolgálatára, amit tett a Földön, amit ő álmodva, Jehova Isten a szent nevének igazolásáért tett, és egyben kieszközölte az emberiség megváltását is azok részére, akik hisznek ő általa Istenben. Az egyiptomi pászka nem csupán egy valós történelmi esemény volt Krisztus előtt 1513-tól kezdve, amelyre utána Jézus haláláig meg kellett emlékezni, hanem a bekövetkezendő dolgok előállítása is volt, mondja a zsidók 10 rész 1 versében. Krisztus után 36. évben, Nisztáron 14-én elérkezett az ideje annak, hogy az árnyék, a bárány találkozom a valóságban, és utána a kezdetét vette az örök valóság, vagy az örök igazság. Ő volt az, akiről keresztelő János mutat, akire rámutatott keresztelő János, és a következőket mondta, akkor megkeresztelte, íme az Istennek bárányra, aki elveszi a világ bűneit. János 1, 29. Most összpontosítsunk arra a napra, a Nisztáron 14-ére, Krisztus 33-ra, ami április 2-án is csütörtökön este naplementétől, április 3-áig naplementéig tartott ez a 24 óra. Tehát április 2-án naplemente után Jézus megtartotta az utolsó pászka ünnepet, és bevezette egyúttal az emlékünnepet is. Amikor a tanítványok kíváncsiak voltak, hogy ki lesz az, aki elárulja őket, Jézus mondotta, hogy aki egyszer mártja a tálba kezét velem, az árul el engem. És mikor Judás megmártotta a tálba kezét, és vetett a szájába falatot, mondja az írás, hogy belemében sátán. És utána távozott abba a helyre. Utána kimentek a Getsemáni kertbe, tudjuk, hogy Krisztus kérte az apostolokat, hogy imádkozzanak, mert nekem ilyen elaludjanak el, de ők elaludtak. Ő vércseppeket ízadva imádkozott, és kérte az Atyát, és állóta magát is beállta felolva, amit elhagyom abból, ami őrjel nézve jöntöltetett. Utána éjfélkor Judás jött a papság kísérletében, és a katonák, romai katonák kísérletében, és a Getsemáni kertben kiszolgáltatta mesterét a vallásos ellenségnek. Utána elhúzódták a zsidó papsághoz, meg hajnalban elvitték őt Pilátushoz. Pilátus né és Pilátus levelében, akik olvasták, azok jobban tudhatják, mondja a levelekben, hogy Pilátus egy erős embernek képzelte magát, amikor oda ki lehet helyezve júdeai tartományba. A vér folyt az utcán is, és az ő lába nem leszketett, nem levegett, nem félt attól, és azt mondja Pilátus, hogy amikor meglátta Jézus Krisztust az aranyszínű hajával, mintha a lába egyre leszketni kezdett, a tökéletes ember előtt. Látta az ő bátorságát, őszinteségét, és csodálkozással tölt el, hogy nem tart őt tőle. Tehát elvitték őt hozzá, hogy elítéljék őt, mivel, de ő tehát Isten állában a felesége által meg lett tintve, hogy nem állítsa ezt az embert, mert szent embernek vérét ontsa ki, hogyha Krisztus bánta. Ő ezt tudatában tartotta, de mégis a tökéletlenségének engedett. Elvitték őt utána a Herodeshez, próbált menekülni Pilátus is a felelősségtől, de utána
újra visszaküldi Pilátushoz, és Pilátus arra gondolt, hogy ha Krisztus megpróbálkoztatja keményen, akkor hát ha a nép tűre megszűni, és majd elengedheti őt. De csalódott, mert a démonok befolyására a vallásos zsidó emberek kérték, hogy feszítsd meg őt, feszítsd meg őt. És azelőtt három nappal kiáltották, hogy Hozsánna, ki jön a Dávid fiának elébe, az Úr nevébe. Még azt is mondták Pilátusnak, hogy ha nem teszi meg, hogy megfeszítse Krisztust, akkor nem lehet a császár barátja. És amint látjuk, Pilátus inkább akarta a császár barátja lenni, de ezáltal Isten ellenségévé lett. Ekkor Pilátus testélyesen gondolkozott, kiszolgáltatta Jézust a démonizált emberek akaratának, akik a zsidó papság befolyására halálra ítélték őt. És az ő levelében, és a feleségünknek a levelében azt olvashatjuk, mint hogy annyi démon volt ott Jeruzsálemben, hogy a sikoltak volna. Az ördög észreveszi azt, hogy utolsó pillanatunkban, mintha beteljesedne az, ami Krisztusra nézve megmentődhetett. Meg akarta változtatni a helyzetet, és rábírta Pilátust arra, hogy kérjen katonai segítséget a szomszédos országtól, azért, hogy a fellázadt zsidókat tudja megállítani, de Jézus Krisztus meghalt, és tehát csak rá egy napra jött a 2000 fős katonai sereg, ami egy légiót tesz ki. Tehát nem sikerült az ördög célja, hogy lecsípítsa az ottani ellenséges embereket. Április 3-án még mindig azon a napon vagyunk, abban 24 órában, ami elkezdődött április 2-án este. Délelőtt 9 órakor oszlopra emelték Krisztust a Golgotának nevezett helyen. Az eredeti fordításokban a görög iratokban azt írja a fordítás, hogy Stavroszra lett emelve, tehát oszlopra lett emelve Jézus. És a zsidó papság azt mondta János Evangéliumában 19 rész 7 verse szerint, hogy van nekünk egy törvényünk, és azt szerint kell neki meghalnia. És ti egészen jól kell ismerjétek, Esdrás 6 rész 11 versében mondja a Szentírás, hogy ha valaki meg van átkozva és meg kell halljon, akkor az ajtófirtából egyik gerendát ki kellett venni, és arra kellett felszegezni. És hogy ezt így akarták a zsidók, kitűnik a Józsué 10 rész 26 verséből, például Józsué, amikor elfogja az öt királyt, akkor az öt királyt egy fára feszíti fel, és a János Evangélium a 5 rész 30 verse, Cselekedetek 10 rész 39 verse, és 13 rész 29 verseben mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus fára feszítért megölték. A legnehezebb kunyoltásunknak 6 órán keresztül való elszenvedése, valamint Isten iránt való felelőtlenségének, a leghatalmasabb fájdalmak alatt való megőrzése után Isten várára meghalt délután 3 óra körül. Egy szokatlan sötétség közepette. Tehát ő délelőtt 9-től egészen délután 3-ig 6 órán keresztül az oszlopon függött. Eközben rágalmazások, vádak, gúnyolások érték, ecetet adtak neki inni, megtörték az oldalát, stb. Ilyen dolgokon ment ő át, de nem adta fel a hitét és meggyőződését. Még azt is mondták, ha te Isten fia vagy, akkor mondja, menj meg magad a keresztül, de ő szóltan, hogy tűnte ezeket az rágalmakat, és arra gondolt, hogy ezek az emberek nem tudják, hogy nincsenek. A zsidó vallásos ellenségek akkor, amikor Jézus meghalt, győzelmet éreztettek, ami csak látszólagos volt, és nem tartott sokáig. Ők még azt is gondolták, hogy egy nagy követ helyeznek a sírbolthoz, ahol el van temetve, Arimátai József egy gazdag tanítvány volt, titokban volt akkor, mint tanítvány, és az ő sírját adta, hogy oda helyezik Jézust. És azt gondolták, hogy ha a katonák tesznek a sírbolt mellé, és követ hengerítenek oda, akkor nem fog tudni feltámadni,
nagyon csalódtak, mert vasárnapkor a reggel, harmadnapon, ahogy hirdettem, amikor a Földön volt Jézus Krisztus angyal, tehát isteni beavatkozást angyalok keresztül fel lett támasztva. Nyelva is megtalálta az ő korlátlan hatalmára, a közvetlenül Szent Fiát egyedül támasztotta fel, és utána, akik hallatlanak életre és örök életre lesznek feltámasztva, már Jézus Krisztus által lesznek. Mondja az Ézsaiás 9:6 verse, hogy örökké valóság adja az a fiú, aki születik nékünk, mondja az írás. Tehát azért örökké valóság adja Krisztus, mert ő által halhatatlan életre lesznek testvérek feltámasztva, gondolva az ő testvéreire. Utána az apostoloknak 11-szer megjelenik, és a 40 napi földön, a föld közelében való tartózkodása alkalmával, azon démonoknak is, akik elhagyták a mennyei létfokot, bizonságot tesz neki, rámutat arra, hogy Isten iránti hűséggel, őszinteséggel ki lehet tartani Isten oldalán, amit ők nem tettek. És azt is megígérte a tanítványoknak, mielőtt távozott volna a Mátius 28-ével és a Cselekedetek egy részében, hogy mindvégig azokkal lesz, akik hűséget mutatnak Isten iránt. Az ő halálának pillanatában, amikor meghalt, belett iktatva az új szövetség, és meg lett erősítve akkor, amikor pünköstkor, 5. nap megkapták a tanítványok, az apostolok és tanítványok a Szent Szellemet. Mondja a szolgálat csodálatos kincsenek, 7. oldalon a szolgálatos paragrafuson. Köszönetlenül is hála mindenható Istennek Jehovának ezen csodálatos gondoskodásáért, hogy nem adjuk bennünket örökre a halálban, hogy elveszünk. Köszönet legyen, és hála, hogy ugyanilyen gondolattal volt akkor, amikor Ádám és Éva sátán által indította, küldve volt, hogy szakítsanak az életfájáról, és Jehova Isten akkor sem engedte meg. Tehát lássuk a javatja, jóságos irányunk, segíteni akar bennünket. Ő tudja, hogy mi gyengék vagyunk, de a háláját és jóságát val ne éljünk vissza, hogy öregedjünk meg már mindent, hogy visszatérve arra, hogy hitünk és cselekedetünk legyen, nagyon lényeges, hogy a megbocsájtás szellemét fejlesztjük ki mindenkivel szemben és testvéreinkkel szemben is. Az ördög viszont ezzel ellentétesen azt akarja, hogy mérgezze meg a mi elménket, mi által. Tehát elménket és szívünket meg akarja mérgezni Sátán kérdelkedés által, amely éghet benne a szívben, de nem látja senki, de Isten tudja azt, gyanúskodással, hibakeresés által. Tehát minket távol kell tartsuk magunkat a durva kritikától, mert ha mi ezeket elhangoljuk, akkor azt jelenti, hogy nem tartsuk figyelemben a Biblia biztonság kételét. A Szentírás viszont az Akariás 7:10-ben azt mondja, az engedelmesi című tanulmány tárgya 1933-ból, hogy mi a szívünkben se gondoljunk gonoszt egymással szemben. Ha ezt betartjuk, ezt és más dolgokat is, akkor gondolunk lehetünk, ami lehetünk. Azt a gondolatot, hogy az ördög azt akarja, hogy mérgezze meg a mi elménket, gyanúskodási kapkeresés meg kételkedés által a szeptember 27-i napi lecke tárgya 1947-es alánévkönyvben. Jusson minden napon eszetekbe Jézus Krisztus, aki a mi hitünknek tökéletes példaképe, jusson eszetekbe az apostol, csináljatok minden napon egy őszinte és belátó felmérést magatok fölött minden nap. Tegyétek fel a kérdést minden napon saját magatokra, hogy ma hol hibáztak, mert azt valljuk, hogy minden napon védkezünk. Tettem el bizonságot Jehováról és Krisztustól, akiket felső hatalomként tisztelek. Szóval tegyen fel ezt magadnak kérdésben, és vizsgálj meg magadba azt, hogy így van-e, vagy sem. És ha nem tettem, akkor törekedjek ezen túl erre. Próbáltam-e vetkőzni az jó ember tulajdonságait? Egyik jó akaratunk szemén, mondta régebbi testvér tapasztalata, azt kérde egy alkalommal, hogy
szervezett álmodban csak vetkőzni kell. És azt mondja, nem testvérem, így van. Tehát azzal párhuzamosan, ahogy vetkőzöl, közben öltözött fel az új ember tulajdonságait is. Tedd fel magad a kérdésben, hogy megbocsájtottam-e embertársaimnak, amikor engem megsértett. És hogy tud magadat ellenőrizni, hogy így van-e vagy sem. Hidegséget érzel-e olyanokkal szemben, akik hibáztak valamikor ellened? A hidegséget érzel még velük szemben, azt jelenti, teljes egészében nem bocsájtották meg. Az írás azt mondja, hogy segíts azon, aki nem szeret téged. Akkor látod meg, hogy milyen hited van. Én a saját hibáimnél rögtön kértem meg bocsánatot másoktól, vagy beláttam-e alázatos magam. Lényegesen szükséges, hogy az új teremtés, az új ember bennünk állandóan napról napra fejlődjék. Azt mondja, hogy hogyan tud ez fejlődni bennünk, azt mondja egy tanulmány címen, hogy a Biblia tanulmányozása királyi életben. Mert ha nem tesszük ezt, akkor rendre az új ember felül kerekedik, és végül legyőzünk. Pál apostol a zsidók 10:36-ban mondja, az igaz ember hittél. Az írás erősen hangsúlyozza a fejlődő hitnek fontosságát. Például két idézetet szeretnénk elolvasni, az első Tesszalonika 3:10 és Efézus 4:13. Mikor éjjel-nappal nagy buzgolásra vezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat, és kipotolhassuk a ti hitetek hiányát. Mondja a Tesszalonikában, és a Efézus 4:13. Míg elértünk mindjárt az Isten fiára való hitnek, és az ő megismerésének egységére, élet férfiúságra, a Krisztus teljességére, égeskodó pontnak mértékére. Minél nagyobb a hitünk, annál nagyobb lesz a szeretetünk is, és ragaszkodásunk az Úrhoz, annál tisztábbak lesznek szívelünk és gondolataink is. Tehát a szeretet által jön ez létre. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, tehát tiszta kell legyen szívünk, gondolataink, érzelmeink központja, ami a gondolataink tisztaságát is ma rendre generálni fogja, serkenteni fogja. Más szemmel fogjuk nézni az embereket és testvéreinket, testvéreinket, gyerekeinket és Isten egész teremtését. Isten csodálatosan a tiszta szívekkel. Hát Isten csodálatosan a tiszta szívekkel. Egy testvérünk megjelenő szeretett volt egy programot egy más helyiségbe, és azt kérdezte a testvérettől, egy hasonlatot hozott fel. Valakitől hallottam, és nagyon tetszett nekem is. Csak megismételni. Azt kérdezett a testvérünk, hogy amikor kinyalunk a mezőn, és látunk egy júnyáját, mi az, ami általában megragad bennünket? És azt mondta a testvérünk, legalábbis engem az ragad meg, mikor látom, hogy a bálánkák, ahogy szökösnek örömükben. És arra azzal kötötte össze a testvér, hogy a fiataljainkkal törődjünk, a bálánkáinkkal, ne anyagoljuk el őket, szeretettel együtt munkálkodjunk belül, segítsünk rajtuk, hogy velünk együtt, egyetekben, szeretetben, ők is megerősödjenek, őket úgy kell tekintsünk, mint a jó akaratú embereket, kell tápláljuk, hogy ők is élettel kiválhassanak, és segítsünk rajtuk, hogy ők is kitartassanak, mi velünk, a mi Úrunk családos szolgálatában. A Máté 5:18-ban azt mondja a Szentírás, hogy boldogok, akik szívükben tiszták, mert ők Istent meglátják. Ahogy tudjuk, a Szentírás végében meglátja a 144 000, mert ők a mennyei birodalomban lesznek feltámasztva, és megérti, és vezérelve lesz a Földön, a nagysokaság tagjai és a fejlelmeken keresztül. Tehát szükségünk van állandóan minden napon a szellemi táplálkozásra. Egyik tanulmánynak a címe 1959. július 15-én. Milyen a te szellemi étvágyad? Tedd fel magadat minden nap kérdésben,
milyen a te szellemi hétvágyad. És a győzelem most egy szín tanulmány, ami 1927. augusztus 15-én volt kiadva. A 256. oldal alján egy érdekes levelekben említést tesz a társulat a szellemi hétvágyról. És mondja, hogy megtörténheti többször, hogyha bármilyen jó eredelek vannak az asztalra terítve, és ha valaki meg elfordul a gyomra, vagy étványtalan, nem iszik neki senki sem. Ilyen esetben egy jó gyomromosást kell alkalmazni, és megjön az étvány, ahogy a társadalom. Máté 6 17 versére támasszal, de pedig amikor bőtölsz, kell meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg. Sokan, aki hullott vagy megrobbolt fogak miatt is rosszul tudnak táplálkozni. Ilyen esetben a fogakat kell javítani, mert más szóval kell menni egy fogorvoshoz. Akinek helyes a lelki elmélyedésük, hogy a lelki eredetet jól meg tudják rágni, költélyes nyelven azzal hallunk mondva, hogy a te fogaid hasonlók a megnyílt jó okinájához, melyek a felelőből feljönnek, melyek mind kettősöket ellenek, és nincs azok között mentő. Énekek énekel 4-2. A fogak a helyes elmélkedést jelzik, és a megnyílt fürdőből feljött jók a tisztaságot, hogy mind kettősöket ellenek, és nincs közöttük mentő jelzi, hogy mindkét fogsorú lelkileg megvan, tehát meg tudják rágni, és meg tudják emészteni a jelen időben feltárt csodálatos igazságokat. A hiányos táplálkozás következtében elgyengül és elsarkodik bárki fizikailag is. Gondoljatok azokra az emberekre, akik az Auschwitz-i táborban voltak, megintén elgyengültek fizikailag, de viszont a lelki táplálkozás hiánya szintén lényegtől hat a szellemi életre. Azt mondja a társadalom, befejezésképpen ebben a levélben, hogy segítsen meg mindenjukat az Úr, hogy a lelki eredelek fogyasztással vérré, lelki erővé válhasson rájuk. Gyertek, közösen tekintsünk a bizonságoknak nagy felelőre, amit a zsidók 11 része igazol. Ezen dolgok mind azért lettek fejezve, hogy mi tanulságot nyerünk belőle, hogy mi megerősödjünk a hírben, mondja a Róma 15-4 vers első korintus 10 rész, 11 verse szerint. Vizsgáljuk meg közösen egy pár pillanat alatt az ókori hitvősöket, akik az új világ fejedelmei lesznek. Zoltán 45 rész, 17 verse szerint, atyáik helyett fiaid lesznek, és megteszel őket fejedelmekké, mint az egész földön. Ábel hitáltal hozott jobbához, mint Kain, ami által bizonságot nyert a felelősségről, igaz. Zsidók 11.4 szerint. Ábel esetében azt láthatjuk, hogy Sátán az ő gyilkossága által nem tudott győzelmeskedni Ábel hite felett, és a mindenható Isten megígérte, hogy Ábelről meg fog emlékezni az új világban. Tehát nem őkre halt meg. Én egy másik mintakép a hitnek, valószínűleg az ő idejében az Isten jelenség nagyon nem volt terjedve. Az ő hite nagy próbának volt alávetve, de előspényén a hite minden rossz befolyások és körülmények felett győzedelmeskedett írók. Ő hitte, hogy van Isten, és megjutalmazza azokat maga idejében, akik őt szorgalmasan keresik. Isten már akkor halálának pillanatában megjutalmazta Énokot azáltal, hogy egy dicsőséges látogatásban részesítette őt, mondja az igazság szavatát eszünkön. Noé ismét egy volt a hitvesek között. Hogy ezáltal biztonságot tegyen, ő márkát készített Isten utasítására. Azért, hogy megmentesse családját. Hitének külső tanúsítása által elítélte az akkori jó világot, vagyis azokat a
körülötte laktak, és ezáltal ő is a hit igazságokat örökösre lett. Zsidók 17-szer. És könyvek, CD-k, DVD-k igazolják azt, például egy könyvet idézni Noé Márkai Rónában. A könyv is csodálatosan igazolja azt, hogy a Földön bárhol, ahol a geológusok ásatásokat végeztek, 120 méter mélységben, szinte mindenhol találtak leleteket a vízözőkben. Tehát Isten szava igazán bizonyú. És Navarra nevű francia hegymászó fiával együtt kiáltottam az Ararat hegyén a 20. században, és egy több mint egy méteres bárkora darabot hozott fel egy olyan nyári napon, amikor egy kis része a bárkának el volt oldalva, és látható volt akkor. Tehát másodban a bárka létezik, több mint 5000 méter magasságban az Ararat hegyén. Azután a hitősök között következik Ábrahám. Ábrahám akkor állott a legsúlyosabb próba alatt, amikor neki Istentől megparancsoltatott, hogy egyetlen fiát feláldozza. Tegyük magunkat az ő helyébe, legyünk mi 100 évesek. Akkor születik egy gyermekünk, és azon tőlünk követelve, hogy áldozzuk fel. Nem volt nagy próba Ábrahámra nézve. De ő elgondolkodott, megtett minden előkészületet, ő hitte azt, ha úgy akarja Isten, akkor feltartás által van visszaverje az ő gyermekét. Nagy utat tett meg a Mória hegyéig, 3 napon át kellett oda mennie. Magába tartotta a titkot. Senkinek sem mondta el, hogy könnyítsen a nap terén. Bízott Istenbe, és a meghatározott helyre megérkezve, oltára helyezte az egyetlen fiát, megkötözte, és éppen őt megölni készült, amikor Isten egy angyal által gondoskodott az áldozatról, és neki megállást parancsolt. Gondoljunk Izsákra is, aki ha egy szofogadatlan gyermek lett volna, akkor vonatkozott volna attól, hogy az apja az oltára helyezett. De Izsák engedelmeskedett az apja a kérésének. Tehát mind a két személy hűséget adott Istennel szemben. Nagy jelképű ábrázolást tervezett ezáltal jó Istenünk, mert Ábrahám az Isten, Izsák a fiú, Jézus példázza. De Ábrahám akkor, mint ez történt, nem mutatta ezt. Őt illetőleg nagy volt hitének a megpróbáltatása, és az Istenre vetett szilárd bizalmáért jutalomra részesült. Az írásban mindenki másnál jobban ki van emelve a tökéletlen okonyi hitősök közül, és kijelentette neki Isten, hogy a te magukban megállapodnak a föl részes lehetőségei. Esmódás 22 része szerint. Izsák hitének nagy megpróbáltatásába került azon áldás felismerése, amelynek végül osztály részesei lesznek az akkori egymással ellen szemves fiai Ézsab és Jákob. Jákob idegen országban volt, és idegenek között is halt meg. Ő is nagy hitbeli megküzdést tanúsított, hogy Efraim és Manassé, mint unokái, nagy törzsnek lesznek fejét. Egy másik hitős, az okori József, nagy hitel volt az Istenben és ígéreteiben, előre látta, hogy Ábrahámnak egy ígéret egykor teljesülni fog, hogy Ábrahám maga bírni fogja a Kanaánt, megáldja az embereket, és ez iránti hitének azzal adtattam jelét, hogy intézkedett holttestének Kanaánba való hitele felől, hogy a Szentföld porainak legyen. Amint tudjuk, az akkori József a megpróbáltatások folyamán 17 éves korától tartó megpróbáltatások és próbák közepette sohasem szugolódott, elviselte, és egy másik szempontja, hogy amikor találkozott a testvéreivel, Benyáminnak 5-ször nagyobb részt juttatott, ami szellemileg azt példázza, hogy a maradék osztály jobban értékeli a szellemi táplálékot, mint a vasfaság tagjai, és sokkal nagyobb bölcsessége rendelkeznek, mint a vasfaság tagjai. Mózes szülei, mivel hittek Istenbe és ígéreteiben, módját találták
tüneteség a haláltól egy gonosz uralkodó által. Az a gonosz uralkodó megmenett a falból, és gondolatok arra a családos intézkedésre, amikor a szülei elemelik a kisgyermeket a Mózes bocsánatban. Nagy hitre volt szüksége Mózesnek, hogy képesítse őt a magas állásának elhagyására. Valaki a most a világhatalomban nem merült tisztségben levő személy, mert akkori világhatalom volt Mózes idejében Egyiptom, és gondoljuk arra, most egy olyan személy elhagyja azt a tisztséget, és egy alázatos nép mellé csatlakozik, és vándorlott negyen népbe a pusztában. Tehát nagy hitre volt Mózesnek szüksége, valamint, hogy lemondol a trónvágmányosságáról, és eltávozik a szülőföldjéről, egy távol levő fekvő országban élve, és azután újra visszatérve, hogy az izraelitákat a legkedvezőtlenebb körülmények közül vezesse ki. Ez mindez Isten parancsára tette. Kit lelkesített az izraelitákat, akik a Jordánhoz megérkeznénk, azon át követték Józsuét, hogy Jerikó falai közül meneteljenek kürtéket fújva. És dokumentumok is igazolják azt, hogy Jerikó falai kifelé döltek le, tehát hogyha emberi erő által lett volna a fal ledöntve, kosok által, akkor a fal befelé dőlt volna. De emberek, akik ásatásokat végeznek, megalfilmesítek, és látható, aki akkor a napjainkban elmegy a helyre, megtekinthető, hogy Jerikó falai, tehát kifelé lettek dőlve, és láthatom a kleima. Tehát újból az igazolódik, hogy Isten szavának igaza van. Rá, Isten iránti hitének adta Danielét, veszélyben téve ki magát azáltal, hogy elvetette a zsidó kémeket. Szintén hitről tett a bizonságot, hitét kifejezte azáltal, hogy meg lehetett mondva ahhoz, hogy életben részesüljön, egy piros zsinort kellene lejönni egy hatodikon. És ő ezt megtette. Tehát lássuk, cselekedte azt, amire fel volt kérve. Meg volt kérve. Gedeon az erősítnek egy másik példája. Ő a hitétől készítette, atyáinak bálványai megöntöttek. És azután egy maradó néppel megtámadta Midianiták nagy seregét, szétverveiket. A Midianiták 120 ezer volt, tehát 400-an volt, 400 az egyhez, 400 az egy arányban. Milyen sokan voltak, és köztudott volt, hogy akkor az a szokás, hogy egy hadseregben, tehát egy volt ezernyi fője, és hogyha 300 küldött futtak meg, az ellenség úgy képzelte, mint hogyha ők az izraeliták 300 ezer lennének, és ez megtélesztette őket. Tehát Jehovisten nem az erejét, hanem az ő bölcsességét használta, amikor a Midianiták táborát lejtette. Bárák nagy hitről tanúsított Sisera ellen abba a gondolván, és azt 900 vasalt szekere dacára szétvette. A hit fohászra készítette Sámsont, hogy megerősödjék és előtt vegyen igénybe véve a filiszteusok templomának romba döntésére, amely összeomolván 3000 pusztított el egy szintről, amikor a tárgyon házának két tartó oszlopát szétmondta. A Biblia szerint tárgyon temploma két szintes volt, tehát körülbelül 6000 haltak meg. Többet megölt halálváltal, mint egész életében. És az a körülmény, hogy ha tudjuk a két oszlop mit szimbolizál, és a kettőket nem mindenünk, egyik oszlop azt szimbolizálja, amit Sámson eldöntött, hogy Jehova tanú is soha többet nem ismerik el bibliai felső hatalommal a politikai uralmukat. A Jefte egy rossz nő fia, testvérei azáltal megvetették, Isten életeiben való hitből felvette a harcot az amonitákkal, és győzelmet aratott. Az élő Istenben való hit készítette Dávidot is, fiatal kora dacára, mint 17 éves legény, hogy egyedül sikrasszájra az óriás Góliát ellen. Több mint 40 napon keresztül Góliát a zsidó istenét Jehovát gúnyolta,
elviselni, és azt mondta, hogy ma a mai napon Isten az én kezembe ad téged. Tehát Istenre hívta fel a figyelmet, bízott Jehovában, hogy kezébe adjak, mondja az elsősorban a 17 részében. Jól lehet, Saul király kellett volna megküzdjön a hatalmas Góliáttal, az óriással, mert Saul király az izraeliták közül egy fejjel mindenkinél magasabb volt, kemény harcos volt. De már akkor Saul király megindult már az előtt hitében, megrendült és Isten elismerését 2 évig uralkodás után már jelöztet. Gyáva volt már, és nem akart harcolódni, Góliáttal szemben, és így a fiatal Dávid megtette azt, amit Saul király kellett volna megtenni. És a palitájával eltalálta Góliátot az földre ültetett, és lefejezte. Ez szintén azt példázza, hogy Dávid lefejezte Góliátot, hogy el a tanított szemében örökre le van fejezve az a tanítás, hogy a bibliai fennsantalom a földuralkodó. Sámuel, Istennel a hite indította őket arra, hogy Dávidot királlyá kenje, még mi alatt Saul ült a trónon, aki már 50 volt. Bár felsorakoztatta a hitfősöket, és pedig azáltal tette ő ezt, hogy lelkesítse az egyházat és a nagy sokaság tagjait is, elszerűen szólott ő, és kiáltott fel. És mit mondjak még? Mert kifolynék az időből, ha mind elmondanám, ő pedig azt tudnám mondani, nem tudnám a fogalmat befejezni. Ha elmondanám Gedeon, Bárák, Sámson, Jefte, Dávid, Sámuel és a proféták történetét, akik hitáltal királyságukat szolgáltattak, igazságot gyakoroltak, ígéretet nyertek, oroszlánok száját bezárták, gondolatot Dánielnek, tűzelejét megoldották, a kardélétől megmenekültek, a gyengeségekből előtt mentettek, a harcán megerősödtek, és idegen hadseregeket visszaköztek. Zsidók 11.32-39. Látható, hogy ezek a teremtmények mindjárt a tanulmányt adták hitviségüknek azáltal, hogy amit cselekedtek, nem csupán hitték, hanem cselekedték is. Az Úr éppen ezért elmondom népétől, hogy ismerje ezeket a dolgokat, hogy hitében fejlődést érjen el, és erősödjön az Úrban, és az ő hatalmának erejében, különösen a végső napokban. Gondolatunk mindig arra, hogy egy végső harc előtt állunk a szabadságért, és meg kell erősödjünk most. Isten országa elérkezett, ahogy mondja a Lukács 17 részében, 20 versétől lefelé. És most nincsen ideje annak, hogy gyenge hitről tanúskodjunk, mert akik itt tesznek, azok kirázatnak a megpróbáltatások által a sorainkból, amit a látható tények is igazolnak. Német, de csak német, mindenki, úgy látják, hogy az idő még nem hozta el azt, amit vártak, és reméltek, és kezdtek zúgolódni, hátatfordítani Isten szervezetének, támogva az élen járó testvéreket és a hűséges testvéreket és testvéreket is. Az ilyenek, ha nem adnak fel ezen önző eljárásukat, azt bizonyítják, hogy a keserűség, a rágalmazás, a rossz indulatú gyanúskodás, meg a tétlenség, amit tesznek, a harcvező szolgálatán nem lát, nem veszed őket, nem látod őket. Szívüket elfoglalta a mitén sátánnak, a lázadásnak pillanatát. Ezek az állapotok foglalják el már azoknak szívét, aki nem törekednek felhagyni az érzéssel. Isten minden ígéretei a maguk rendeltetéjében úgyis teljesülni foglal. Habakkuk 2.20-ban azt mondja a Szentírás, hogyha késik is, de bízzál benne, mert nem marad el. És most olyan dolgokra hívnak fel a figyelmet, amelyek megtörténtek, mert a 4 Mózes 30 rész képverse szerint Isten úgy gondolkozik, hogy amit kiszorunk a szájából, aképpen cselekedjünk. Isten, ami kiszorult szájából, mind aképpen cselekedett, és ezt várja tőlünk is. Csak egy példát gondolom, amikor fel van a légóhegy tetején Mózes, az
mégis engedje őt meg, és azt mondja, hogy nem hozd el tőled ezt a dolgot. Tehát mások Isten a szava szerint kellett. Ő, amit kijelent, azt meg is veszi. Akkor nem támít. Vízözönről Isten megjelentőlte előre, hogy be fog következni. Megkövetkezett. Az Úr kilárása is jut. Lehetnek vannak erő. Isten azt mondta, hogy a Jerikó falai le fognak dőlni. Az ásatások szintén felszínre hozták, hogy igazán a Szentírásban. Egyiptomból való szabadulást Isten 430 éve azelőtt megjelenülte. Kihozta őket Egyiptomból? Történelmi fejlődések bizonyították ezt. Azt mondta Isten Mézsás 13 részében, hogy Babilon soha többet nem lesz felépítve. Valaki fel tudta építeni sikeresen? Egyáltalán. Nagy Sándor, Huszeinnek mások is próbálkoztak, mert meghiúskodtak vágyaik. Vagy Krisztus által Isten azt mondja, hogy a Jeruzsálem falai meg fognak semmisülni. Lerombolták Jeruzsálemet? Lerombolták. Tehát látjuk, Istennek kérdései pontosan teljesen meg a megfelelőjének, nem amikor mi akarjuk azt mondani. Krisztus után 1914-18 között a testvérek vallásos tudatlanságból elismerték a bibliai felsőhatalmakként a földieket, de hibájukat belátták. Isten látta, hogy őszinte az indítékuk, és a 79 Zsoltár 11-es szerint imádkoznak, azt mondták, hogy jusson előtte a foglyoknak ennek könyörgése, és karod hatalmára, menj meg a halálnak ennek a fiait. A katolikus hierarchia befolyására, összeesküvés vágyjával voltak vádolva a társadalom tisztviselői, és 70-80 éve voltak elítélve. Külső látszat szerint lehetetlen volt, hogy ők még éljenek a földön, és szabadában legyenek helyezek. De a testvérek 1919 szabályában petíciót nyújtanak be. Egy nap alatt több mint 700 testvér aláírja a petíciót. Benyújtsák, újra vizsgálják az ügyet, és Isten kegyelmének és kibramának és jóságának köszönhetően a testvérek kijönnek a börtönből. 1919. március 26-án kiszabadulnak a georgiai börtönből, hogy némelyek egészségüket is vesztették, az egy más dolog. De másnap ezek a testvérek már a munkát szerveztek. Tehát elsőre tették a királyságot. Jézus a maga szerzője, az egyház szívének, az apostol, miután felsorolja az hűségeseket, akik Krisztus előtt éltek, felszólítja az ő testtagjait is, hogy tekintsenek őre, aki a hitünk kezdője és bevégezője, és nézzük jól meg, hogy mi nagy próbáknak volt ő alávetve. Őt az atyához fűző kötelékében csupán egyszer volt megszakítva, és pedig azért, hogy Jézus a bűnösök helyét elfoglalhassa, és egy bizonyos ideig ezen állapot borzalmas körülményeit is átérezte. Az atyátok, valóban ezen elválasztás egy pillanatra megtörte a szívét, és halál küzdelmében e kiáltás tölt fel a szívéből és ajkáról. Én Istenem, miért adtál el engemet? De ebben is győzedelmes lett az ő hite, mert közvetlen halála előtti pillanatában ez a diadal felkiáltás követte, gyermekeztetett. Atyám, te kezedbe teszem le az én lelkemet, és leadta a fejét. János 19.30, Lukács 23.46 szerint. Kitének ezáltal adta a tanújjelét, amit cselekedett. Jézus után Pál apostol is egy nagy cselekvő képességű ember volt, és az ő eleje abban lejlett, hogy nem indíthetetlen hite volt azokban. Egy olyan személy volt, aki három körútjáról bejárta Európát, Spanyolország jutott el, az evangélium terjesztésével, és minden Pálnak egy ilyen nagy hite és bizalma volt, és hűséges volt, őt tehát gazdagabban megválasztva az Úr, mint a többi apostolokat. Minden hűséges teremtőnek a hite most van kipróbálva. Az új teremtésnek Jézus Krisztusban gyakran mennie kell, anélkül, hogy megérteni, hogy miért küldetett. Gyakran megértsük azt, hogy mi történik velünk, mi miért történik,
de ha engedelmeskedünk Istennek, akkor győzedelmeskedni fogunk. Ezen próbák kipróbálnak minket az Úr iránti bizodalmunkban. Hittünk beigazolással, szolgálati alkalmakat szűnünk, és a szolgálat áldozattal és próbával is jár. Tehát a szolgálat áldozattal és próbával is jár. A próbák előtt fejlesztenek az önuralomban, előtt a kitartásra és képességet, oly dolgok bátor elviselésére, melyek nagyon nyomorultan teszik némely korra a testre. Ezek képesítő próbák, hogy pontosan felismerjük helyzetünket az Úrnál, tanulj előtt adván a hűségünknek, Jakab 1:2-3. A mostani kísértések annak bizonyítékai, hogy az Úr szemben azokon van, akik erre szemben lépnek fel, és emellett ki akarnak tartani, a kísértésekkel szemben, melyek a jövőben sokkal nagyobb jutalom fog követni. 1 Korintus 4:17-18, Pál apostol mondja, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedés, igen-igen nagy ölő dicsőséget szereznek. Tehát Pál apostol a jelenlegi 70-80 éves kísértéseket és megpróbáltatásokat, amelyekben van részünk ezen életfolyamán, amelyik tényleg a Földön, pillanatnak tekinti a végtelen életet viszonyítva. Mert az ének szava azt mondja, hogyha Krisztussal vagyunk a börtön falai mögött, ez palotát jelent nekem. Palotát jelent nekem, ha Krisztussal vagyunk a börtön falai mögött. Vagy az első Péter egész hétvársáj szintén erősítem őket. Tudatunkba kell jelenállóan, hogy sárkánnak érdekébe áll végig, hogy megsemmisítse mindenkit hívegyi utalat. Ő különféleképpen intézi támadásait, mint Isten iránti bizalmunkat akarja lerombolni, a testület iránti bizalmunkat és az országába való bizalmunkat, amit Jézus állít fel, ahol megmondták. De már most jelentjük ezt. Tehát a sátán érdeke mi, hogy megsemmisítse mindenkit, ő le akarja rombolni Isten iránti bizalmunkat, testület iránti bizalmunkat, és az országban tette a bizalmat, amit Jézus állít fel. Most minden keresztényre az a kötelesség hárul, hogy terjessze Isten országának hírét, szeretetben és békességben, együtt egységben éljünk, tanuljuk ezt meg, szeressük ezt meg, minden tegyünk meg egymási lehetőségem szerint, mert korlátozva vagyunk egy tökéletlen testben, mások jólétét kereste állandóan és szüntelen. Magunkról az emberre mondjunk le és feledkezzünk el, ha sikeres akarunk lenni Isten segedelmével, és ha végrehajtjuk ezen célját a mindenható Istennek, akkor a hitünk idejében meg lesz jutalmazva. Lassan a végéhez közeledek a jó atyánk segedelmével, és gondoljunk arra, hogy egyetlen földi kormányzat sem tudta, és nem fogja tudni megvalósítani azt, amit Krisztus valósít meg. Krisztus által milyen áldások jönnek a földre? Ő megszintett minden bűnt és minden gonoszságot végetett a föld színén. Melyik kormányzat tudja ezt megvalósítani, hogy végetesse minden bűnnek és minden gonoszságot a föld színén? Egyetlen kormányzat sem. Idézném a Dániel 9:24. Hitünk meg erősítésére, nem mondjuk erős gondolatot, hogy említenünk, amely örömet tudunk szívünkbe, ami bennünket szolgálatra serkent, hogy őszintén vagyunk Jehovával szemben Krisztuson keresztül. Gondoljatok arra, ha talán, kegyelmet találnánk az Isten előtt, a program folyamán elmondott profitákkal találkozhatunk. Elmondhassuk ezen örömeinket, amelyekben volt részünk most, most találunk előtti pillanatokban, hogy bizonságot tehetünk Jehováról, és ez történelem lesz. És azon személyeknek, akik születni fognak az világban, ezeket elmondhatjuk nekik. Részt vehetünk a csodálatos helyreállítási művében a mindenható Istennek. Találkozhatunk tehát, hogy említettem a profétákkal, és megláthassuk azt a csodálatos feltárulási folyamatot, amelyet Isten tartogat fián keresztül.
miután a hatodik ítéleti tékor, az ezer év végén Sátán a démoniaival elutat, és elutatnak azelőtt azok az emberek is, akik az általános feltámadásban részesülnek, és az utolsó próba is megtörténik, és kinyilvánult ki a gonosz, és Sátán az összes démonaival megy a Máté 25:41 szerint az örök tűzbe, amely neki és az örök az angyalainak készítettek, a gonosz emberek is megsemmisülnek akkor. Akkor november 29-e napi lesz 1929-es évkönyvben mondja, hogy amikor Krisztus átadja az Atyának az országot, hogy a jó Atya, Jehova Istenünk legyen mindenbe, akkor ennek dicsőségére Jehova Istenünk énekelni fog. Összes megyei angyalokkal együtt, és a földi teremtmények is hallni fogják ezt. Gondoljatok erre, milyen csodálatos tisztelettel lesznek megállnak azok, akik ezt megéri, és törekedjünk arra, hogy ott leessünk. És még elvárható, mondják a satrográfus iratok, hogy végtelenségen át más bolygókon is Isten teremteni fog, és ahogy az ének szavarodja, láttak velünk Isten a nagy sorsolát. Minden megjelenjen a tisztelet Jézus Krisztus által, maradok szeretettel és tisztelettel, mint baráti testületek és szolgatásokok, ami úgy Jézus Krisztusban. Még egyszer köszönöm Jamának a segítségét, ezen csodálatos tanításaiért, és köszönöm nektek a tiszteletet, a figyelmet. Ha lehet, megjön a testvérem, tényleg végre a 180-as éneket a napjövő. Thank you.